A napirendünk első pontján szerepel egy kényes kérdés, amelyre több kolléga felhívta ezen elnökség figyelmét, különösen a koordinátorok döntésére azt illetően, hogy zárt ajtók mellett vitatjuk meg a 8-as és 9-es pontokat. Kérem a kollégákat, hogy fogadják el a napirendet, vagy éljenek kifogásokkal. Én úgy gondolom, hogy tényleg itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat. A petíciós bizottság nem egy békítő konferencia. Számomra teljesen elfogadhatatlan, amiket itt az imént hallottam. Itt egy konfliktusról van szó, ami két európai tagállamot fordít egymás ellen, és hogy ezeket nyíltan kellene megvitatni, ez hangzott el az imént. De szerintem ez a parlament működésével így nem összeegyeztethető. És a koordinátorok meghoztak egy bölcs és korrekt döntést, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ez zárt ülés lesz, és ezek mögött, a döntések mögött megfelelő érvek is felsorakoztathatóak. Tehát szerintem a petíciós bizottságot nem kellene egyfajta vitafórummá átalakítani, a koordinátorok meghozták a döntést, most függetlenül attól, hogy milyen tagállamokat érint ez a kérdés. Köszönöm szépen. A közvetlenség és a nyilvánosság elvei a jogvilágában alapvetőek, márpedig jogászként úgy gondolom, hogy itt jogi kérdésekről és emberi jogi kérdésekről lesz ma szó, és az Európai Unió jogának az érvényesüléséről, komoly emberi jogi jogsértéseknek a lehetősége merül föl, illetőleg hát az én meggyőződésem szerint bizonyossága. Tehát emberi jogi kérdésről, emberi jogi jogsértésről szól ez a mai tanácskozás. Nem látom semmi okát annak, hogy zárt ülés legyen. Ellenkezőleg garanciális okokból fontos lenne, hogy nyitott ülés legyen. Fontosabb, mint bármikor. Ezen kívül emberi jogokkal foglalkozó jogászként az a tapasztalatom, hogy nagyon fontos, hogy ezeknek az emberi jogi jogsértéseknek a valódi emberek valódi életére való hatásáról a közvetlenség elve alapján győződhessünk meg. Vagyis például ennek a 101 éves asszonynak a történetét igenis meg kellett volna hallgatnunk és hallanunk, és lehetővé kellett volna tennünk azt, hogy ő itt legyen, mert csak valódi emberek valódi történetein és valódi életén keresztül lehet megérteni azt, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok miért olyan fontosak, és hogy ezeknek a sérelmét miért szükséges orvosolni. Kérem tehát, hogy nyílt ülést tartsanak. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy már lefolytattuk ezt a méreható vitát a koordinátorok ülése alkalmával, és a koordinátoroknak sikerült kompromisszumra jutni, hogy megvitatásra kerülhessen ez a kérdés. Tehát nagyon sajnálatos lenne, hogyha most mégis a petíciós bizottság ülése egy választási kampányá változna néhány magyar párt érdekében. Ki van tehát a koordinátorok ülésének döntése mellett, tehát az zárt ajtók mellett? Only committee members. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine in favor. Who is against? Kilencen mellette, ki van ellene? Only three, four. Four against. Négy ellenszavazat. Tehát szakbizottságunk döntése az, hogy ezeket a kérdéseket zárt ajtók mögött fogjuk megtárgyalni. Szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint, hogyha a koordinátorok tanácskozása úgy dönt, hogy jövő hónaptól kezdve az Európai Parlament plenáris ülései zártak lesznek, akkor minden további nélkül elrendelik a zárt ülést. Ez így van? Vagy mégis hogy gondolják? Teljes mértékben ellenkezik a jogállamiságnak az oly sokszor hangoztatott elvével. Ez a teljes mértékben önkényes döntés.
egyes pont, másik pedig, hogy a szintén sokat hangoztató transzparenciával, a döntési folyamatoknak az átláthatóságával. Ha egyszer például a Magyarország elleni folyamatos hadjáratában az Európai Unió állandóan az úgynevezett közös értékekre hivatkozik, akkor hogy lehet ezeket az alapvető közös értékeket egyik pillanattól a másikra teljesen félretenni? Az önkényesség az, ami az Európai Uniót legteljesebb mértékben jellemzi, és ez az eljárás is ezt támasztja alá. Köszönöm szépen. Krisztina, egyetértek önnel, de elnézését kérem, hogy nincsenek itt koordinátorok. Elnézését kérem, tegye le ezt a plakátot, mert láttuk. Sajnálatos, hogy nincs itt frakciónk koordinátora. Miért nem a koordinátorokkal veszi fel a kapcsolatot ezt a kérdést illetően? Most nem lehet egy új vitát lefolytatni, mert vitáztunk, már szavaztunk. 2 percben megadom a szót a kollégának és a másik kollégának. Tessék, 2 percben. Szeretem volna csak felhasználni az alkalmat. 5 voltak ellene, és most akik, miért kell ezt ismételten elmondani? Volt az ülés elején egy szavazás, azt szavazták meg, aki 9-4 ellenében, hogy zárt ülés legyen, most már nem kell ehhez semmiféle magyarázat és ok, hogy ez így legyen. Megszavazták. Sajnálatos módon ez a helyzet, szavaztunk az ülés kezdetén, és most már semmit nem tehetek. Döntés született, szuverén döntés a szakbizottság tagjainak részvételével, és hangsúlyozom, hogy a szavazással egy szuverén döntés született. Egyes kollégák, akik igencsak érdekeltek ebben a kérdésben, talán jelen lehettek volna, részt vettek volna a szavazáson, akkor esetleg más eredmény született volna. Tehát most 2 percre felfüggesztem az ülést, annak érdekében, hogy akik nem jogosultak, azok elhagyhassák a termet.